nagy épületekben, ahol én dolgozom, éppen vakolok, nagyszerű lehetőség adódik arra, hogy az ember egy-egy áriát elénekeljen. Mindig ki lehet találni valami újat a hanggal kapcsolatban. A vendég él a mandarin. Nem tudjuk, hogy milyen lesz az előadás, de szerintem azért mosolyogva fogunk visszaemlékezni erre. Bízunk benne, így van, hogy ez szép emlékként fog. Amatőrök és profik egy színpadon. Ezen a napon nem számított más, csak az éneklés öröme. Itt az Eiffel Műhelyházban a World Voice Day alkalmából. Középpontban tehát a hang, melynek világnapjából az opera is évről évre kiveszi a részét. Szép napot kívánunk, kellemes délutánt, hölgyeim és uraim! Egy olyan nemzetközi rendezvény, amely az emberi hangot ünnepli. Műfajtól teljes mértékben függetlenül. Tudni kell, hogy mit mivel szabad összeénekelni. A világnap alkalmából rendezett események az emberi hangra, annak sok színűségére, a tudományban és a művészetekben betöltött szerepére helyezik a hangsúlyt. Két kis hangszalag a nyakunk közepén, hogy az mire képes, és hogy az milyen sérülékeny is, és hogy azt mennyire kell edzeni. Tehát annyiféle lehetőség van, amivel mi az embereknek meg tudjuk mutatni, hogy ez milyen csoda, amit kapunk az Istentől ez a két hangszalag. A Magyar Állami Operaház 2014-ben csatlakozott a Hang Világnapja rendezvényeihez. Dr. Mészáros Krisztina, a Magyar Onkológiai Intézet főorvosa. A Hang Világnapja minden szempontból megérdemli, hogy itt ünnepeljük az Operaház szervezésében. És Bátori Éva operaénekes jóvoltából. A nap előkészületei próbatermekben kezdődtek, majd az Eiffel Műhelyház nagy színpadán folytatódtak. A megnyitó után pedig a hangképzés technikáival kapcsolatos beszélgetések és énekmesteri konferenciák következtek. A hangszalagnak semmi más dolga nincs, mint hogy feszüljön, amikor jön a légoszó, a levegő, és lazuljon. Hangszalaggal nem szabad támasztani. A hangképzés az operaénekesi pályát szüntelenül végigkíséri. A gyakorlás rendszerességéről és annak fontosságáról Sáfár Orsolya is mesélt. Ne adj Isten, kimaradt 2-3 hét, mert nincsen semmi kötelezettségem, akkor ez később meg tudja bosszulni magát, mert az izmok, főleg a bordaközi izmok, amik az egész légzésnek az erejét megadják, meg a rekeszizom, az elkezd leépülni, és akkor nekem ezt számításba kell vennem egy következő fellépéshez, hogy azt megelőzően 2 héttel újra el kell kezdeni trenírozni magamat, hogy visszaépítsem őket. Ez egyik nagy kedvencünk. Az amatőr énekesek együtt énekelnek a mi profi művészeinkkel. A mi Szennai Kálmán zongora kíséretével egy új színfoltként jelent meg a színpadon. Szerintem hatalmas fejlődést ad ez, tehát hogy azért jó sok énekórát pótol az, amikor az ember tényleg egy ilyen éles helyzetbe profikkal ki van téve. Ezt itt lehet megtanulni, máshol nem. Az éneklés az a, talán a, én azt mondhatnám, hogy az a lelkem. Ez nagyon furcsán hangzik egy olyan embernek a szájától, aki gyakorlatilag burkol és vakol, és könyves munkát végez, és közben operáriákat énekel. Rájöttem és megértettem, hogy ez egy mekkora lehetőség arra, hogy a szakmám mellett valamiből tudjak töltődni. Azért az egészségügyben dolgozni nem egy könnyű terület, és így lett az éneklés az, amiből abszolút meríteni tudok.
A hang pedig nem csak világnapján, hanem az operában évadról évadra ezután is gyönyörködteti majd a közönséget.